Megjelent a hivatalos közlönyben az új lakótársulási törvény. A módosított jogszabály számos szigorítást tartalmaz. Egyik legfontosabb előírása, hogy a lakótársulás vezetőjének kötelessége kérvényezni a telekönyvi hivatalnál, hogy vezessék be a telekönyvbe a három hónapnál régebbi közköltség elmaradásokat, ha az meghaladja az országos bruttó minimálbért, ami jelenleg 1900 lej. A cél az, hogy könnyebb legyen behajtani az adóságokat. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a tulajdonos csak akkor tudja majd eladni az ingatlant, ha előtte törlesztette közüzemi adósságait. A törvény továbbá szabályozza, hogy ezentúl csak szakképzett személy lehet a lakótársulás adminisztrátora. A lakás tulajdonosa köteles beengedni a lakásába a társulás képviselőit, ha azok a közös vezetékeket akarnák ellenőrizni vagy kicseréltetni. A lépcsőházban pedig csak azt követően lehet módosításokat eszközölni, hogy abba az összes lakó beleegyezik, eddig a lakástulajdonosok kétharmadának egyetértése is elegendő volt.